Magyarországon a világ szeme, hiszen július 14-én megkezdődött a 17. Fina vízes világbajnokság. Hazánk történetének legnagyobb sporteseményén a világ legjobb úszói, nyílt vízi úszói, műugrói, szinkronúszói és vízilabdázói mérhetik össze tudásukat Budapesten és Balatonfüreden. A július 30-áig tartó vetélkedésekben, 6 szakágban több mint 180 ország mintegy 2000 versenyzője vesz részt. A főváros teljesen világbajnokság lázban ég, amit az is bizonyít, hogy a megmérettetés egyik helyszínére vezető úton többen megcsodálhatják a Margit-szigeti csomópontban a több mint 7500 nebáncs virágból kialakított logót. A növényeket május 15-én a család nemzetközi napja alkalmából Kecskemétről érkező hátrányos helyzetű gyerekek és kormos Villő műugró segítségével ültették el a centenáriumi emlékművet körülvevő zöld területet. Budapest és Tokaj hegyalja között egy olyan híd jön létre, egy eszmei összeköttetés, amely, mint mondtam, összeköti a vidéket Budapesttel, és összeköti a világot Tokaj hegyaljával. Ez egy nagyon jó emlék, és egy nagyon jó kezdeményezés. Én azt gondolom, hogy több ilyenre lenne szükség, és köszönöm mind Budapest, mind Mezőzombor polgármesterének, hogy ezt megalkották. Ezzel megjelenítjük azt, hogy Magyarország egész történelmének legnagyobb sporteseményét, a Fina 17. vízes világbajnokságát szervezi, és ennek a világbajnokságnak a logója virágba vagy színes kőbe öntve az egy olyan emlék és egy olyan figyelemfelhívó dolog, amely ráirányítja a figyelmet arra, hogy a sport az összehozza a világon a népeket, hogy a sport összehozza a vidéket és összehozza a fővárost, és egy olyan hidat alkot egykori szülővárosaim vagy szülőterületem és Budapest között. A 37-es számú főúton a mezőzombori körforgalomhoz érkezve az autósok nem egy virágokkal beültetett körforgalmat pillanthatnak meg. A szemfüles sofőrök felfedezhetik a 2017-es vizes világbajnokság jelképét, amit színes kavicsokból készítetett el Mezőzombor község önkormányzata azért, hogy tiszteletüket fejezzék ki a világversenyen szereplő magyar sportolók kimagasló teljesítménye előtt. Tokajhegyalja is szeretne tisztelegni a vizes VB előtt. Ez a szimbólum, ami itt van, több funkciós. Elsősorban persze a vizes VB-nek a jelképe, de emellett fölhívja az emberek figyelmét a sportra, az egészséges életmódra, és nem utolsó sorban egy nagyon színes jelkép, ami felhív az autósok figyelmét is felkelti, és gondolom mindenki jó szívvel halad el mellette. Látjuk itt a háttérben, és az autók lelassítanak, fényképeznek, szelfiznek. Remélem, hogy balesetet nem fog okozni, de mindenképpen egy színes jó dolognak tartom. A helyieknek nagyon tetszik az újdonság, örülnek, hogy a mezőzombori körforgalomba került alkotás is hirdeti a hazánkban megrendezett világeseményt. Nagyon örülök, hogy ide került, ez a településünknek a hírnevét is tovább viszi, úgyhogy természetesen, mint sportoló, minden ilyennek örülök, hogyha valaki sportol, amennyire lehet, követem, igen, és Magyarország egyik legnagyobb sporttörténelme zajlik most jelen pillanatban. Váci Kira óvodáskorától sportol, versenyszerűen úszik, ezért nagyon örült, amikor megtudta, hogy a mezőzombori körforgalomban kavicsból rakták ki a vízes világbajnokság logóját. Az ifjú tehetség részt vesz a bajnokságon, mint önkéntes, ami jó lehetőség arra is, hogy találkozhasson példaképeivel. Én is részt fogok venni, nem úszni, hanem önkéntes segítőként fogok hozzájárulni a VB sikeres lebonyolításához. Én az úszásnál, versenyrendezésnél leszek kosárhordó, most péntektől 30-áig fogok segíteni. Nagyon szeretnék találkozni ugye világbajnok, hát úszókkal, vízilabdázókkal, meg hát a sport. Tehát nagyon szeretek sportolni és úszni. Szóval nagyon szerettem volna elmenni. A mezőzombori kavicsokból és a Margit-szigeti virágokból kirakott logó a világbajnokság július 30-ai lezárása után is hirdeti a vízesportok fontosságát, és emléket állít, hogy volt egyszer egy vízes VB Magyarországon.